Mi is az a házastársi vagyonközösség igaz-e, hogy egy házasságban 5 év után minden vagyon közös lesz, és egy válás esetén fele-fele arányban illeti meg az a férjet és a feleséget is, valamint mi kerülhet bele, mire való és mikor lesz érvényes egy házassági szerződés. Ezekről is szó lesz a tárgyalóterem következő részében. Kezdjük azzal, hogy mi is a vagyonközösség, illetve hogy mit jelent a házassági vagyonközösség. Akkor, amikor két ember összeköti az életét, akkor kezdetét veszi az ő közös életük, a családalapítás, a gyermekvállalás, a gyermeknevelés, de emellett nyilvánvalóan a férj, a feleség elkezdenek gyűjtögetni, a meglévő vagyont szaporítani, ingatlanokat vásárolnak, autókat vásárolnak, befektetéseket eszközölnek. Ez mind-mind közös vagyonná válik. Azonban nem csak vehetnek ingatlanokat, hanem nyilvánvalóan hiteleket is vehetnek fel, és ilyenkor a hitelek is, amelyeket az együttélés időszaka alatt vesznek fel, ez mind-mind közös adósságá válik, tehát együttesen tartoznak ezért felelősséggel. De egy házasságban nem csak közös vagyon létezik, hanem külön vagyon is. Ennek mik a jellemzői? Ahogy az előbb is mondtam, amikor a két ember összeházasodik, akkor onnantól kezdve egy vélelem él. A vélelem pedig az, hogy minden, amit a házasság alatt szereznek, az közös vagyonná válik. Ez a fő vélelem. A jogszabály konkrétan felsorolja, meghatározza, mik azok a vagyontárgyak, amelyek külön vagyonnak minősülnek. Ilyen külön vagyon, ami már a házasságkötés előtt megvolt. Tehát abban az esetben, ha az egyik félnek a házasságkötés előtt van egy lakása, egy ingatlana, nyilvánvalóan az ugyanúgy megmarad az ő külön vagyona. Abban az esetben, ha valaki a házasság alatt örököl, ajándékban részesül, ez is megmarad az ő külön vagyonának. A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó vagyonértékű jog, vagy például, ha valaki a személyét ért sérelem miatt kap sérelemdíjat, ugye ez is egy új jogintézmény, akkor ez is külön vagyon, illetve a mindennapi használattal kapcsolatos tárgyak is külön vagyonnak minősülnek. Tehát akkor nem lesz minden vagyontárgy 5 év múlva közös, de bizonyos esetekben a külön vagyon közössé válik. Ennek mik a jellemzői? Igen, tehát az előbbiekhez hozzákapcsolódva nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ugye a törvényi vélelem az, hogy minden közös. Ha valaki azt állítja, hogy valamelyik ingatlan, autó mégsem közös vagyon, akkor azt neki kell bizonyítani. Kétséget kizáró bizonyítás kell a tekintetben, hogy ez az ő külön vagyona. És hogy a kérdésre itt most visszatérek, ugye van egy olyan, én azt gondolom, hogy ez egy tévhit, nagyon sokszor hallok én is ilyet, hogy minden 5 év után vagy 15 év után közös vagyonná válik. Tehát azért, ugye az előbb megbeszéltük a közös vagyonnak a jellemzőit, és azok a vagyontárgyak, azok megmaradnak külön vagyonnak. Tehát a valakinek a nagyértékű ingatlana, amely a házasság előtt megvolt, az mindig is az ő külön vagyonát fogja képezni, hogyha azt beforgatták a házasság alatt, mert eladtak és vettek egy nagyobb értékű ingatlant, akkor nyilvánvalóan ennek az elszámolására fog igényt tartani. De akkor mi is az, ami 5 év után közös vagyonná válik? Tehát az a külön vagyonhoz tartozó tárgy, ami a mindennapi életvitelt szolgáló vagyontárgynak a helyébe lép, szokásos mértékű vagyontárgyról beszélünk, ezek esetében mondjuk azt, hogy 5 év után közös vagyonná válnak, vagy a régi jogszabályban ez 15 évet jelentett. És hát ezek a házassági vagyonközösségek megszűnhetnek, ugyanúgy, ahogy a házassági életközösségek. Hogyha egy életközösség szűnik meg, annak milyen hatása van a házassági vagyonra? Azt kell tudnunk, hogy egy házassági vagyonközösség nem akkor szűnik meg, amikor a bíróság a házasságot felbontja. Sokkal hamarabb megszűnik, ugyanis van egy pont, amikor azt mondják a felek, hogy mindentől kezdve már sem érzelmileg, sem gazdaságilag nem tartozunk együvé. Úgy mondták ezt régen, de még ma is használjuk ezt a mondatot, hogy ágytól, asztaltól elváltunk egymástól. Nagyon sokszor előfordul az, hogy a felek már évek óta külön élnek, ágytól, asztaltól elváltak, és eltelik 3-4 év, mire beadják akár a vállópert, akár a vagyonjogi pert. Nagyon fontos, hogy ennek az időpontnak meghatározó jelentősége van. Mert ha most példaként említjük
a felek között megszűnik az életközösség, mert már érzelmileg elhidegültek egymástól, házas életet nem élnek, nem gazdálkodnak együtt, nem járnak együtt kirándulni, nincsenek közös családi programok, akkor ez az az időpont az, amikor azt mondjuk, hogy közöttük az életközösség véget ér, az életközösség megszakad. Tegyük fel példának okáért, egy házas pár esetében ez bekövetkezett mondjuk 2015 júniusában, és hogyha a férj vagy a feleség 2017 januárjában vesz egy ingatlant, az már nem fog a közös vagyonhoz tartozni. Mindig csak addig vizsgáljuk a vagyonszerzést, ameddig az életközösség tartott. Viszont ezt a vagyonközösséget le lehet zárni úgy is, hogyha házassági vagyonszerződés jött létre. Ebben az esetben mit tartalmazhat, és mikor érvényes egy házassági vagyonszerződés? A felek leegyszerűsíthetik a helyzetet akkor, hogyha a házassági életközösség idejére kötnek egy szerződést, egy házassági vagyonjogi szerződést, amelyben mit is határoznak meg? Azt határozzák meg, hogy a házassági életközösség ideje alatt szerzett vagyonnak mi lesz a sorsa akkor, hogyha ők elválnak. Fontos, hogy ezt a szerződést, ezt ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni, vagy közjegyző által ellenjegyzett közjegyzői okiratba kell foglalni, ez érvényességi feltétele, és annyiban rövidíti le az eljárást, hogy ebben a vagyonjogi szerződésben a felek ténylegesen meghatározzák azt, hogy ha megszűnik a házasság, akkor mi lesz az, ami megilleti az egyik felet, mi fogja megilletni a másik felet. Ezzel elkerülhetik azt a hosszadalmas bizonyítási eljárást, ami egy vagyonjogi perrel együtt jár.